Dóra, te most ugye a Thália Színházba folytatod, és azt mondtad erről a váltásról, hogy az Operett Színházba sem tartóztattak olyan nagyon, és kaptál egy visszautasíthatatlan ajánlatot Sell Judittól, a Thália Színház vezetőjétől. Ha tartóztattak volna az Operett Színházba, te maradsz? Azt mondtad az előbb, hogy nem fogunk politizálni. Ez, ja, ez már politika? Burkoltan sem. Hát azt szoktam mondani az én kedvesem, hogy ha a nagymamámnak kereke lett volna, ő lett volna a villamos, tehát nem tudom, hogy ha, az egy, nem egy történelmi kategória, hogy mondani szokták. Nagyon sok összetevője van egy ilyen helyzetnek, és valóban az van, hogy én nagyon régóta játszom már az Operett Színházban, és nagyon régóta főleg az Operett Színházban játszom, aminek megvan az az előnye és hátránya, hogy nagyjából ugyanazok az arcok jönnek velem szembe hosszú évek óta a színpadon, és ez nagyon jó is sokszor, mert az ember annyira ismeri már a másikat, és nagyon könnyű néha így együtt dolgozni, de azért nem titkolom, hogy bennem is van arra vágy, hogy érjenek új impulzusok, és találkozhassak olyan kollégákkal, akikkel nem szoktam, és ez nagyon régóta bennem van már, úgyhogy biztos, hogy mindenképpen nagyon örültem volna egy ilyen hívásnak. Inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon nehezen tudok elképzelni egy olyan Operett Színházat, pedig színes a fantáziám, amiben, hogyha azt mondták volna, hogy jaj, ne menj, akkor ott maradtam volna. De miért? Én is kérdezhetek? Ugyanebben az interjúban volt egy ilyen érdekes mondat, hogy az énekesek között te voltál a színészek között meg te voltál az énekes. Hogyha én jól értem, akkor az egész pályádat végig kíséri egy ilyen fajta feszültség, hogy több mindent is látsz magadban, mint amit eddig a pályádon kihoztak, vagy rosszul értem én ezt a mondatot? Nem, ez inkább arra vonatkozott, hogy mindig is egyfajta kakukktojásnak éreztem én magam, ami sokszor szándékos volt, meg sokszor nem volt negatív, de mégiscsak mindig úgy éreztem, hogy én vagyok a valamilyen szempontból a kivétel. Tehát én nem azt gondolom, hogy én jobb színésznő vagyok, mint amilyennek elkönyveltek, vagy jobb énekes, mint amilyennek elkönyveltek, hanem hogy nagyon gyakran fordult velem elő, hogy egy adott helyzetben azt mondták, hogy olyan jó, hogy itt vagy, de tulajdonképpen benned nem az a legjobb, amit mi itt használni tudunk. Vagy hogy mi használjuk azt, amit belőled lehet, de igazából téged nem ezért kell szeretni. Szóval nem tudom, ez egy bonyolult dolog. Prózai színházban nőttem fel. Én úgy nőttem fel a színházban, hogy az édesanyámmal jártam. Ő ugye Nemzeti Színházban volt színésznő. Hámor Ildikó. Igen. És én őt néztem estéről estére, illetve az édesapám rendezéseit, aki akkoriban szintén elég sok prózai darabot rendezett, amiket én nagyon szerettem. És nekem a színház az elsősorban mindig is a szándékokról, a tartalomról, a mondani valóról szólt. Bántott is, vagy bánt is, hogy ilyen értelemben mondjuk az Örkény Radnóti katona féle világ, az soha nem akart téged ilyen értelemben használni? Tehát nagybetűs prózai, drámai színésznőként. Soha nem jutott eszembe, nekem sem, meg nekik se valószínűleg, hogy nekem ott keresni valóm lenne. De ha hívott volna mondjuk Zsótér, és azt mondja, hogy Arkadyinát játszd el, akkor mentél volna? Persze, hát nyilván persze az ember megy, vagy mit tudom én, ez is attól függ, hova, mikor, miért, kivel. De hát ha nem mentem volna semmiképp sem azért, mert nem gondolom magam, vagy mondjam, mert hogy azt gondolom, hogy én elég jobb vagyok, tehát persze. Van ebben a szakmában egy ugyanolyan hierarchia, egy ki nem mondott, vagy néha kimondott hierarchia, amit szerintem mindannyian tudunk, és hogyha sokszor van is erről mindenféle véleményünk, hogy ez miért alakult ki, azért ezzel úgy tisztában van az ember. Mármint a zenés műfajok kárára? Tehát a prózai színész az úgy gondolja, egy kicsit fölött áll a musical színészeknek, úgy érted? Sosem a színész gondolja úgy, hanem az úgynevezett színház csinálók. Én erről próbáltam beszélni, ebben volt egy ilyen Magyar Narancsos interjú, amit aztán sokan zokon vettek. Arról az oldalról is, amelyik oldalon egyébként én saját magamat gondolom, hogy ott gondolkodom amúgy a világról. Nem a színészek, nem. A színész kollega, aki kiszokott menni a színpadra, és kellett már énekelnie, ha van hangja, ha nem, az végtelenül tiszteli a zenés színészeket. Én még sose találkoztam olyan prózai színésszel, aki lenézően beszélt volna a zenés kollégáról. Tehát nem a színészekről van itt szó soha. Rendezőkről, kritikusokról, az úgynevezett színház csinálókról. Én nagyon sokszor vágytam volna sokkal színesebb, sokkal érdekesebb karaktereket megformálni, mint amit az alkatom engedett. Mire gondoljunk például? Milyen szerepekre? De, borzalmasan szerettem például, amikor a Kódus Operát játszottuk, ez egy pozitív példa, mert egy nagyon elrajzolt furcsa figurát csinált belőlem a Béres Attila, aki az előadást rendezte. Nagyon
nagyon szerettem, most tavaly még játszottuk az Ének az esőben, ahol egy ilyen, hát erre mondják, hogy patkányírtó hangja van valakinek, ugye ennek az amerikai színésznek, akit én játszottam, tehát ez én magamról beszélek, és nagyon jó feladat volt, és nagyon szerettem. Tehát mindig nagyon jó volt minden, ami szélsőséges volt, és furcsa, és érdekes, mert azt jó játszani színpadon. De te nem vagy az a típusú színész, aki ilyen értelemben lépéseket tesz? Tehát, hogy nem is nem, azt mondom, nem lehet lépéseket tenni. Tehát amikor én megláttam a próbatáblán annak idején, hogy ki van írva, hogy bemutatjuk a szépség és a szörnyeteget, és én leszek a szépség, én sírva fakadtam. És ezt nem tudom elmagyarázni egy csomó embernek, hogy ez miért van, de hát mit játszak el azon, hogy valaki szép? Tehát, hogy ezen is mit eljátszani. Az van, hogy nekem a Jóisten adott egy viszonylag szabályos arcot, van egy ügyes fodrász, egy jó maszkmester, kapok egy szép ruhát, odaállok, azt akkor majd szép leszek. Vagy azt gondolják, hogy szép vagyok, na de mit csináljak ezen kívül még 7-től 10-ig? Tulajdonképpen az elmúlt éveket, vagy évtizedet lehet úgy definiálni, hogy sokszor bizony ezt már úgy untad, egy hangúnak tartottad? Hát nagyon gyakran előfordult, igen, de ez mondom, ebben a műfajban ez normális, tehát, hogy én értem, hogy ez miért történt, csak azért vágytam sokszor prózai feladatokra, és meg is találtak egyébként, tehát nem mondhatom azt, hogy sosem találtak meg, csak az arányok, ahogy az én édesapám mostanában gyakran szokta mondani, az arányok, azok lehettek volna az én szívemnek kedvezőbbek, és azért örülök nagyon, és azért mondom, hogy nehéz lett volna marasztalni a zenés műfajban, mert a prózában sokkal könnyebben találhat az ember olyan előadásokat, ahol érdekes, jópofa, furcsa, ilyen-olyan-amolyan nőket kell játszani. Hát, ha most majd a táliával kiegyenlítődnek ezek az arányok. Laci, egy pékről azt tud, nagyjából egészében meg tudom állapítani, hogy mikor végzi jól a munkáját. Mikor jó? Egy politológus mikor jó? Hát ezen még sose gondolkodtam. Lehet, hogy ilyen külső piac dönti el, hogy hányszor igénylik a véleményét, hogy mennyit írhat, mennyit szerepelhet. De ezt se gondolom, mert akiket én a politológiában a legtöbbre tartottam, és a legtöbbet tanultam tőlük, azok például igen írtóztak, és mint például Gombár Csaba, akit mindenféle szempontból évtizedeken keresztül a magyar politológiában egy ilyen meghatározó mérce embernek gondoltam, őt például alig lehetett rávenni ilyen nyilvános szereplésekre. Tehát a te értékrended szerint mi az ismérve ennek? Hogy valaki jó vagy nem? A te szakmád? Hát a felkészültség és a minél több szempont átlátása, mérlegelése, összerakása. Szóval én nagyon nem szeretem azokat a kollégáimat, akik kiszolgálják a közízlést, és ennek az egy szempontú igen-nem relációnak a híveiként ilyen mindent úgy tűnik nagyon könnyen meg tudnak magyarázni, mert hát a éppenséggel a politikai életben meghallatlan összetett jelenségek vannak, és ezt a legtöbbször nagyon nehéz elmondani, főleg médiában. Írni már könnyebb, szóval én is írni jobban szerettem mindig, és minél hosszabban írni. És jobban is tudsz írni, mint beszélni? Hát, ezt nem tudom. Az az igazság, hogy én 10 évet tanítottam egyetemen nagyon jó kollégákkal, és elég jól megtanultam fölépíteni a mondani valómat, és engem nagyon hamar kikapott a média magának, és azt mondták rólam vissza, hogy azt szeretik, hogy el tudom úgy mondani, hogy megérti a Hentes is, meg a Virágbolt eladója is, és ezt az ember magáról sokszor hallja, és sokszor visszahívják, akkor előbb-utóbb elhiszi, bár azért bennem mindig ott van a két, hogy azért ez nem biztos, hogy így van. Így van. Ezt én megerősíthetem. Igen. Én minden választásnál azért szeretlek téged hallgatni, mert amikor te úgy elmagyarázod, hogy éppen mi történik, akkor mindig kicsit úgy megnyugszom, hogy tulajdonképpen lehet ezeket a dolgokat kívülről nézni, és valahogy annyira megnyugtató, amikor már nem a része vagyok valaminek, hanem úgy rálátok, csak magamtól nem látok rá. Jé. Hát nem tudom. Szóval biztos, hogy van az embernek egy elég hosszú idő keresztül fölépült rutinja. Később igyekeztem az, hogy ritkítani a szerepléseket, hogy inkább kevesebbet, de arra jobban rákészülni, mert igen, ott azt hiszem azokban az években az volt a helyzet, hogy túl sokat szerepeltem. És ez nem is vitt jó irányba? Tehát elviheti az embert egyfajta ilyen felszínesebb irányba is? Meg hogyha túl sokat szerepelsz, akkor kintem vagy egy idő után ugyanazt mondani, mint amit előtte egy héttel, 3 nappal mondtam.
csinál, és az téged is untat belül, meg ott van benned, hogy úristen, ha valaki látja, aki már látta 3 napja, akkor az már azt mondja, hogy miért mindig ezt az idiótát kell hívni, miért ándal ezt kell hallanom. Tehát van bennem ilyen, meg hát azért az akkori kollégáim irítsége. Tehát, hogyha bemegy a munkahelyedre, és örülünk, hogy itt is látunk, nem csak a tévében, ezt azért tudom mások elvenni. De az például téged úgy stimulált, hogy a szakma ilyen értelemben egy kiemelt személyként tekint rád? Hát nem gondolom, hogy a szakma, akik a szakmának a nevében szeretnek nyilatkozni, azok azt hiszem engem soha nem szerettek. Miért? Hát sok oka van ennek. Szóval egyrészt nekem valahogy minden olyan könnyen jött, ami másoknak olyan erőfeszítés, ami miatt nekem is illet volna színlelni. Azt mondok 2 példát, és akkor mondjátok. Soha nem kellett mennem kiadóhoz kézirattal. Mert hogy téged kerestek. Hanem mindig kiadók kerestek meg, és egyetlen egyszer az a 10-valány könyv, amit írtam, soha nem úgy volt, hogy én mentem, hogy itt van egy kézirat. Most gondold el egy csomó kollégámat, aki 8-10 évig dolgozik egy kéziraton, semmivel nem rosszabb, mint amit én írtam, de nem ismerik eléggé ahhoz, hogy ő neki kell menni. Egyszer összeszámoltam, amikor nyugdíjban mentem, hogy 21 országban összesen kb. 100 konferencián tartottam előadást. Lettországtól Kanadáig. Most ezek között nem volt egy olyan sem, amit én az én intézetemből kértem volna, hogy küldjenek. Téged hívtak, hívtak. Magyarul. És nagyon sokszor még az utazási költséget is fizették Írországtól Rómáig. És gondold el, hogy egy olyan mezőnyben, ahol tele van olyan kollégámmal a többség, akiknek nagyon meg kell harcolni az ilyen lehetőségekért, mire utáljanak egy olyan fickót, akiről mindig csak hallják, hogy itt volt, meg ott volt. Tehát nem tudom, ezek eléggé meggyőzőek-e az, hogy sok ilyen apró dologból adódik össze az, hogy az embert nem szeretik a saját szakmájában. De ezt csak te gondoltad így, hogy téged nem szeretnek, vagy ennek adták is tanuljelét? Hát amikor ugye megtudom a munkahelyemen, hogy olyan pletykákat terjesztenek rólam, ami egyszerűen vérforraló hazugság, és akkor nem fogok tudni ellene védekezni, meg egyszer a fiatalabbak megítéltek nekem egy szürke kardigán díjat, ami arról volt szó, hogy mindig az évben a legnagyobb hülyeséget állító fogja kapni. Nem rám gondoltak egyébként a Lengyel Lacira, mert ő az, aki kardigánba járt mindig, és akkor amikor megítélték, én nem mentem ennek az odaítélésére el, akik ezt adták azóta ennek a mostani kormánynak a fő ilyen ideológiai, akkor még csak fiatalok voltak, de akkor azért érzékeltem, hogy az új korosztály azt mondja néhányunkra, a lengyelre meg érem például, hogy állandóan elfoglaljuk előlük a média felületet. Ezt szemtől szemben senki nem mondja, csak amikor egy közegben élsz, ilyen közvetítésekkel megtanulod azt, hogy nem különösebben kedvelnek. Ma már könnyebb a helyzet, mert ha elkövetem azt a hibát, hogy a kommenteket megnézem az írásom alatt, akkor már ismerem a bérkommentelőket, a kommentdemokrácia nagyjait, akik ugyanazt, hogy ezt a szemét, vénkomcsi bohócot mikor takarítja, már el, és akkor bárhol szereplek valamit, akkor azok jelentkeznek, és tudatosítják bennem ezt a gondot, amit mondasz, hogy hát bizony nagyon sokan utálnak, igen. Ez milyen érdekes, hogy ezt mondod. Én azt gondoltam volna, hogy mondjuk a 30-as, 40-es politológus generáció az úgy tekint rád, mint egy ilyen megugrandó előképre. Tehát, hogy valaki, aki egy minta. Nem tudom, ebben a fiatalabb, nálam negyedszázad a fiatalabb korosztályban van 4-5 olyan, akinek nagyon nagyra becsülöm a munkáit, mindent elolvasok, és nagyon sokszor az utóbbi 10 évben már kerestek, mondtam, hogy inkább hívják Rekó Pétert, Filipov Gábort, Lakner Zoltánt, László Róbertet, Gyulai Attilát, hogy van ez a 4-5 negyedszázaddal, vagy még inkább fiatalabb nálam. Azt gondolom, hogy ők minimum ugyanúgy el tudják mondani, mint én, de jobb, ha már ő mondja. Én már sokat mondtam. Tehát nem olyan egyértelmű. Az, hogy ők hogy viszonyulnak hozzám, azt nem nagyon tudom. Nincs különösebb gondom velük, de én tudom, hogy ebből a másik generációból kik azok, akik olyan színvonalon teljesítenek írásban, szóban, mindenben, hogy engem nagyon megnyugtat, ha végre már nem engem látnak. Így nem tudom, így jó el a mondom. A bérkommentelők, ugye ma így hívjuk őket, azok tulajdonképpen mindig is léteztek, csak mindig valami más formában. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ember van, akinek a saját problémáit, aki a saját problémáit nem tudja milyen fórumon
megbeszélni, kibeszélni magából, a benne levő feszültséget valahogy kiadni magából, és akkor az egy nagyon jó lehetőség, hogy kössünk bele valakibe, akihez igazából nincs közünk. De most ezt olyan sztoikusan mondod, szerintem azért fiatal emberként, fiatal lányként azért ez bántja az embert, nem? Ez most is bánt, de hát most már kénytelen vagyok megérteni. Azért mondtam még az adás előtt, hogy vannak emberek, akikkel kapcsolatban már nem akarok mindent megérteni, mert amikor megértem, akkor igen, olyan bele tudok törődni ezekbe a dolgokba, tehát hogy most mit csináljak. Tehát tényleg az van, hogy érdemes azt csinálni, és ezt tudom, hogy igazából nem ezt kérdezted, de azt gondolom, hogy ez a két dolog összefügg, hogy manapság, amikor nekem is különböző bármilyen megnyilvánulások alatt kommentelők, hogyha előkerülnek valami fröcsögő mondattal, rá szoktam menni a profilképükre, és egy kicsit úgy megnézegetem, hogy ők kicsodák. És tényleg az a szomorú, hogy az ember mindent megért. Tehát, hogy úgy megnézem, hogy nem is az, hogy néz ki, mert nem ítélkezem külső alapján, de hát nagyon sok minden kiderül például egy Facebook profilból, hogy ott áll egy nő, látom, hogy már 50 pluszos, és nincs egy férfi se, egyetlen képen se. Hát akkor persze, hogy azon pörök, hogy én hányszor mentem férjhez, és akkor már rég nem arról van szó, hogy én hányszor mentem férjhez, hanem hogy ő miért nem ment egyszer sem. Például legutóbb anélkül, hogy politizálnék, volt egy interjú, aminek volt némi ilyen sajtóbeli következménye, és nem is maga az alap... Nem mondjuk, hogy ki perelt be, akkor ne beszéljünk. Nem perelt be senki. Tehát ugye nem be, csak fenyegetőzik. De beszélhetünk róla. Apáti Bence, azt mondta, hogy beperel. Igen, lenyilatkozta minden jobboldali hírportálon, hogy ő majd be fog engem perelni, mert ő úgy értékelte, hogy én nagyon durva módon megbántottam őt. Ugye ő az operettnek a balettigazgatója. Igen, de nem ilyen minőségében említettem én őt, hanem már mindegy is a kontextus. A lényeg az, hogy természetesen nem pered be, és nem is fog, mert nyilván azzal ő is tisztában van, hogy Magyarországon az ember egy interjúban, hogyha valaki egy közszereplőnek a közszerepeléséről beszél, akkor az mindenképpen véleménynek hívják, és a vélemény szabad. Ez néha nekem is nagyon fáj, mert a mások rólam alkotott véleménye is szabad, tehát én sem perelhetem be őt, pedig azt állította, hogy én fröcsögtem, és náciztam, és nem tudom, és én nem fröcsögtem, és nem náciztam, de nem mehetek el a bíróságra, és nem mondhatom azt, hogy kikérem magamnak, mert én nem fröcsögtem, és nem náciztam, mert ez meg az ő véleménye. Elmondtuk egymásról a véleményünket, és aztán most neki nagyon örülhet, neki ő is, meg én is. De nem is ez volt benne az érdekes, hanem hát ennek következtében azért úgy megtalált magának még a saját Facebook oldalamon is egy-két, hogy finoman fogalmazzak, ultra szélsőségesen gondolkodó ember, nem minősítenék senkit, és hát akkor ez elkezdődött, nem tudom én, délelőtt 11-kor, és mondjuk 12 óra múlva este 11-kor már olyan fejgörcsön volt, hogy én, aki egyáltalán nem szedek gyógyszert, már fogtam a kezembe a pirulát, mert mondtam, hogy most fog megtébolyodni. Hogy ez nem jó, ez nagyon nehéz, és azért nehéz, mindig azok a helyzetek nehezek nekem, amikor valami igazságtalanságot látok, és nem tudok tenni ellene. Tehát olyankor tényleg azt érzem, hogy agyvérzést kapok, hogy nem mondhatom, hogy nem állhatok ki az oktogonra, és nem kezdhetek el üvöltözni, hogy de olvassátok már el, vagy nézzétek már meg, vagy... Tudod, mikor jutott ez eszembe? Most, amikor itt készültem belőled, és hát a bulvárlapokat is át kellett lapoznom, amikor mostani szerelmeddel, Makranczy Zalánnal nyilvánosságot kapott, hogy ti egy pár vagytok, akkor ilyen, hogy az előző házasságát te szétdultad, egy kisgyerek maradt ott árván, egészen elképesztő címlapok voltak akkor, és az jutott eszembe, hogy vajon egy ilyet elolvasni, te, aki boldog párkapcsolatban élsz ezzel az emberrel, akkor mit tud tenni ilyenkor egy ember? Nem semmit. Olvasd el. Hát igen, ugye ezzel az a baj, nekem be volt állítva, sőt a mai napig tulajdonképpen be van állítva a telefonomon egy ilyen értesítés, a Google Alerts nevű értesítés, ami jelez nekem, hogyha az én nevem, illetve az én férjem és az én nevem együtt egy kontextusban, vagy a volt férjem és az én nevem együtt egy kontextusban megjelenik az interneten, amit azért állítottam be, mert az egy dolog, hogy én ne olvassam el, de hát ugye vannak nekem szüleim. Uh-huh. Van nekem újságolvasó nagy gyerekem, van nekem barátom, rokonom, tehát hogy ugye nem csak abból áll a világ, hogy én tudom egyébként, hogy mi az igazság, hanem vannak a környezetemben emberek. És akkoriban úgy voltam vele, hogy szeretném én elhozni a benzinkútról az akármelyik szennylapot, először átolvasom, és utána szeretném, hogyha apukám is elolvasná, mert hiába tudja ő is, hogy gyakorlatilag egy hazugság tömeg volt, amit hónapokon keresztül kaptunk, attól még nyilván nem jó érzés ezt így együtt olvasgatni.
annyit tudok tenni egyébként, hogy a mai napig járkálok a bíróságra. Most beszéltem múlt héten az ügyvéddel, hogy még mindig van 3 olyan per, amit az akkor megjelenő bulvárlapokkal szemben én kezdeményeztem, eddig mindegyiket megnyertem. Már olyan vagyok, mint egy ügyvédbojtár, előveszem a cikket, és akkor kielemzem. A Bors magazin például szándékosan Győrbe tette a székhelyét azért, mert a győri bíróság mindig sokkal alacsonyabb összegeket ítél meg, mint a pesti, tehát egy vidéki bíróságon mindig kisebb összegeket ítélnek meg. És újságíróktól tudom, hogy ezeknek a bulvárlapoknak van egy úgynevezett perkerete. Ez egy létező dolog. A perkeret az azt jelenti, hogy amikor olyan cikket fognak megjelentetni, amiről tudják, hogy be lesznek perelve, és tudják, hogy el fogják veszíteni a pert, mert tudják, hogy hazudnak, ha az eladandó lapszám olyan nagynak ígérkezik, hogy nekik anyagilag megéri, akkor a perkeretből állják ezeknek a bírósági ítéleteknek a büntetését, és cserébe viszont ugye az eladási példányszámukkal jól jönnek ki. Na most ezt én is tudom, a bíró is tudja, az ő ügyvédjük is tudja, mindenki tudja, de azért lemászunk 3-szor a győri bíróságra, ott leül velem szembe az ügyvédje, az durva. Tehát amikor legutóbb Győrben üldünkeltünk egy évvel ezelőtt, egy cikk kapcsán, ami szintén a Borsban jelent meg, egy ATV-s interjúban beszéltem a volt férjemről, olyan szépen, hogy az édesapám azt mondta, hogy szerinte róla még soha senki ilyen szépen nem beszélt, úgyhogy reméli, hogy hálás nekem, ő az interjú után mondta. És még az interjú mielőtt lement volna a tévében, ez egy felvétel volt, azt írta a Bors magazin, hogy én nem is idézem, mert nem akarom idézni, hogy én milyen mocskos dolgokat mondtam. Most Berezki Zoltánról beszélni? Igen. A Zoliról, amiből egy megveszekedett szó nem volt igaz, kiforgatták a szavaimat, összeraktak olyan szavakat mondatokból, hogy a szavak elhangzottak, de nem abban a kontextusban, és tök mást jelentett. Ez egyfajta reklám volt tulajdonképpen ennek a bizonyos tévéműsornak, amiben voltam, tehát az ATV-t nagyon nem izgatta, és akkor lejött az ügyvéd, mármint az újságnak az ügyvédje, leült velem szembe, és elkezdte nekem sorolni, hogy de hát, hogy én milyen mocskosan szoktam beszélni a gyerekem apjáról, és így ültem vele szembe, és ott konkrétan a sírógörcs fogott el, és mindannyian tudtuk, hogy ő hazudik, ő is tudta, hogy hazudik. És utána kimentünk a folyósóra, rám nézett, és el akart köszönni, miután a bíró kimondta, hogy nekem megítéli a kártérítést, hogy az újság szégyelje magát, szedje le az online felületéről a cikket, írjanak nekem bocsánatkérő levelet. Kimentünk ezzel az ügyvéddel a folyosóra, rám nézett, és mondta, hogy na hát ne haragudjon, azért örülök, hogy találkoztunk. Na most én ilyenkor ott állok, és mondtam az én ügyvédemnek, mondtam, hogy küld el innen, mert lefejelem. Tehát, hogy én viszonylag úrilány vagyok, de van az a pont, amikor végighallgatom. Eljött, oda citáltak egy újságíró tanúnak, aki bejött, és hazudott a bíróság előtt 10 percig, mert neki muszáj volt védeni a mundér becsületét, majd kimentünk a folyosóra, ismerem az illetőt, oda jött hozzám, és azt mondta, hogy ne haragudj, de hát tudod, hogy nekem ez az állásom, meg kell védenem. Ez a sajtószabadság, vagy demokrácia, vagy ez nem tudom, én is mindig erre szavazok, meg ezt akarom, borzasztó. Ami veled történik, az egyfelül rémült egyetértéssel hallgatom, másrészt meg belegondolok, hogy hát igen, hát is szakmátokban az ember neve az egyenlő a szinte a teljesítményével, tehát nem teheti meg, hogy a nevét hagyja mocskolni, viszont ebben a média közegben meg nagyon kicsi kockázatot visel az, aki ebből akar megélni, és ilyen irány tolja a médiát. Ugye ez onnan jutott eszembe, hogy még mindig az előző kérdésednél járok, hogy én például soha egyetlen kritikára nem válaszoltam, támadásra sem. 35 éve soha semmilyen félreértésre, igaztalan kritikára, igaz kritikára sem nem reagáltam. Úgy voltam vele mindig, hogy ez a másik problémája. Joga van félreérteni engem, sőt, még lejáratni is joga van, de az én problémám nem ugyanaz, mert neked a neved egyenlő a hírneved a tevékenységed, de nekem meg nem, mert amit én beszélek, az 100-ból 90 ember úgyis nem érdekli, hogy hívnak engem, aki szerepel, valami. Tehát nincs tétje én nekem, de neked viszont megértem, hogy pokollá lehet tenni az életedet, mert a munkádat is. Meg azért van még valami, hogy ugye a te esetedben a kritika az természetesen a munkádra vonatkozik, tehát rólad egy kritikus maximum azt írja, hogy te a munkádat nem jól végzed, elfogult vagy mondjuk tehetségtelen, vagy ugye ilyen dolgokkal lehet bántani egy embert a szakmájában. De engem az emberi minőség
régenben vonnak ilyenkor kétségbe. Tehát amikor azt írja a bulvárlap, hogy én elszerettem a feleségétől a mostani férjemet, és árván maradt a gyereke, akkor marhára nem mindegy, hogy nem volt a felesége, a gyerek nem maradt árván, és nem én szerettem el. Egyébként minden stimmel, csak ugye rólam azt gondolják, hogy én egy büdös ribanc vagyok, mert ez nagyjából ezt jelenti ez a cikk, és az nem ugyanaz, tehát arra én sem tudtam soha reagálni, ha valaki leír, hogy rossz voltam egy szerepben, mert hát ez az ő véleménye. Egyébként ráadásul a színház egy olyan relatív dolog, hát most neki tetszik, a másiknak nem, ezen én nem tudok valakivel vitatkozni. De amikor tényleg valaki azt mondja, tehát most legutóbb például, hogy én nácizok, vagy hogy én fröcsögök, tehát hogy ez nem igaz. És ez nem az én művészi teljesítményem, mert annak el semmi köze nincsen, hanem ez az én emberi minőségem, ami nekem sokkal fontosabb, mint az, hogy művészként valaki hogy ítél meg. Kert nagyon nagy az igazságérzeted, ugye? Nekem betegesen nagy. Igen. Ha van ilyen. Nem tudom, ez valami rémes dolog. Én nem bírom az olyan helyzeteket, ahol azért mondom, hogy betegesen, mert azért ma már nagyon sokszor rászólok saját magamra, hogy mi az, hogy igazság. Tehát, hogy azért vannak olyan helyzetek, amikor mindenkinek megvan a maga igaza egy-egy helyzetben, és nagyon sokszor próbálok ma már a másik szemszögéből is nézni helyzeteket. De hát azért van olyan, amikor valami fekete-fehér. Tehát mondjuk az ember vagy megtett valamit, vagy nem tett meg, ez nem relatív. De te az a típus vagy, hogyha egy közösségen belül valakit sérelem ért, vagy ér. Te vagy az első, aki odamész, és pártjára állsz, és kivonod a kardot? Igen, én sajnos igen. De azért sajnos? Mondom, hogy hát ez rettentesen hálátlan szerepkör. Tehát én ebből még sose jöttem ki jól, és nem, én már előre tudom, hogy úgy se lesz jó, mert általában az van, hogy én nagyon hangosan kiállok amellett, akit bántanak, és akkor egy kicsit várok, akkor egy idő után már a bántalmazó és a bántalmazott együtt állnak velem szembe, és magyarázzák nekem, hogy maradjál már, most nem olyan fontos ez. Ez nem egyszer történt meg az életben, nagyon, nagyon sokféle környezetben és témában. Ez kocsmai verekedés, szétválasztók örök dilemmája. Igen, szóval, hogy nem... Őket verik meg végén, mind a ketten. Igen, úgyhogy nem érdemes, csak nagyon nehéz valami finom átmenetet találni a között, hogy igenis hagyjam az igazságérzetemet, és kinyissam a számat, és megjegyezzem azt, ha valami bánt, és ne legyek elfogult. De ma már tudsz magadra szólni, hogy Dóra, ezt ne csináld. Engedd el. Tudok, nehezen megy, meg azért a másik oldalra nem akarok átesni. Szóval én nagyon sokszor azt látom, hogyha lehet ilyet mondani, hogy a mi kis társadalmunknak talán az egyik legnagyobb betegsége, hogy az emberek nagy része, és ebben nagyon ügyesek azok, a mindenkori hatalmon lévők, akik próbálják a maguk érdekei szerint irányítani az adott országot, hogy arra vigyáznak, hogy mindenkinek azért, ahogy apukám szokta néha mondani, ami mindig összevesztünk, még nem lőnek. Na most, amíg nem lőnek, addig tulajdonképpen az emberek úgy vannak vele, hogy figyelj, végül is tele a hűtő. Idén nyáron is eljutottunk legalább a Balatonig, van benzin az autóba, a gyerek, mert jár valami iskolába, valami csak lesz belőle, inkább csöndbe maradok, mert annál csak rosszabb lesz, ha megszólalok. Figyelj, mondd meg apádnak, hogy majd ha lőnek, akkor lőtek nekünk. Az biztos, igen. De ezt megértem, hogy még nem lőnek, ezt fogom használni. Gyakran szoktam mondani. Jó, hát egy másik generáció. Tehát ha ő elmeséli a gyerekkorát, én mindig megértem, hogy ő miért mondja, hogy ó, hát mit akarsz te? Laci, neked a gyerekkorod, az egy fél mondatot hallottam csak erről egy interjúban, azt mondtad, hogy a mai viszonyok közt elképzelhetetlen szegénységben. Igen, telt. Igen. Akkor is, csak a mai viszonyok között meg végképp. Tehát ilyen pincelakásban, ahol nincs fürdőszoba, falikút van, és hát szóval ilyen dohos meg minden, de nem nagyon... De csak rátok volt jellemző, hogy tulajdonképpen ezt az összes barátodra? Mondani, ezt akarom mondani, hogy ott a 16. kerületben Mátyásföldön a kerület fele bevándorló volt. A 48-53 között, hogy több százezer embert faluról elugrasztottak, vagy az ipar hívószava, bebolondította embereket a képtelen paraszt elnyomás alól, mivel az első TSZ-esítés járt, és ezért az osztálytársaim fele többé-kevésbé hasonló körülmények között lakott, és akkor én ezen nem gondolkodtam, nyilván természetes volt, hogy inkább azokkal haverkodtam, akik ugyanígy utca gyerekek voltak. Tehát akiket a sötétség küldött haza a játszótéről, azokkal voltam én is jobban. De ezért, éltél a falun is, ugye? Ez úgy volt, hogy az apai meg az anyai szülőknek is a rokonsága, az egyik az a kicskunságban, úgyhogy bennem kipcsák vér is csorogtál még, majd tudok valamire jutni ezzel, úgyhogy
az anyám még kicskunok voltak, az apám még meg röszkén, azok egy ilyen nagyon érdekes, megrekedt magyar népcsoport, amit a honfoglalástól megtartott a mocsárvilág. Röszke? Ott volt a Rózsa Sándor? Ott volt, én néhány házra születtem a Rózsa Sándor szülőházától, igen, három vagy négy házra, a határ az nagyon közel. Nyaranta ki voltam csapva a rokonokhoz. Én emlékszem Kömpecőn, amikor bevezették 61-be a villanyt, és először csak az utcán égtek a villanyok, meg a tanácsházán, meg a kocsmában, és akkor bevitték az első tévékészüléket a kultúrházba, lerakták, de nem volt műsor, csak zizegett, és rengeteg ember nézte, és sírtak az örömtől az emberek, hogy villany van. Tehát hallottak róla addig is, hogy van ilyen, de ezt látni, szóval csak azt akarom mondani, hogy az én gyerekkoromban olyan élménykészletek voltak, ez az 50-es évek második fele, a 60-es évek első fele, amik egy alapjában nagyon szegény Magyarország volt. Ha onnantól azt mondja nekem valaki, hogy ilyen majdnem 70 éves koromra mind az 5 kontinensen jártam. Szóval mind az 5 földrészen, Új-Zéland, Ausztráliától, Kanadáig, Dél-Afrikától, Izlandig, hogy egyszer nem olyan rég az unokám kedvéért összeszámoltam, hogy 57 országba jártam, akkor ennek az égvilágon semmi esélye nem volt a gyerekkoromban, akár csak álmodozni sem erről. Akkor mi múlott szerinted? A szerencsém. Ez szerencse? Igen, rengeteg szerencsém, hogy na, ha elváltak a szüleim, anyám az látta, hogy ebből már nem lesz karrierje, ott hanem 10-11 éves voltam, ott leléphettem, és nagyon láttam egy évtizedig. Egy évtizedig nem találkoztatok? Igen, nem. Amikor már ilyen egyetemista lettem, akkor úgy érezte, hogy érdemes találkozni. De hol volt ő addig? Hát elment egyébként egy kerülettel odébb lakott, de nem erőltette ezt a kapcsolatot. De várjál, de azért akkor egy 10 éves fiatalembernek, vagy egy fiúcskának azért az rettenete? Hát figyelj, az én korosztályomnak már gyerekkorában is meg kellett tanulni, tehát már első, másodikban is kirakták hétfőn reggel azt a 10 forint 20 félért, ami a heti reggelit, hogy 3 deci tej, 2 kifli, az 90 félért plusz 81-70, az 6 napra, mert akkor szombaton is volt még iskola, és akkor te tudtad, hogy a 10 forint 20 félérrel fogsz gazdálkodni. Ez nem én egyedül lesz, ez szerintem még osztálytársaim közül sokan. Tehát én másra gondolok, én arra gondolok, hogy a pajtásod, az mondjuk adott esetben egy uzsonnát evett, amit az anyukánya kent neki reggel. Neked nem volt anyukád, aki nem, az kenny? Nem volt, de engem ezt is, hogy tudomásul vettem nagyon hamar, hogy nagyon sokféle a világ. Igen, volt néhány osztálytársam, amelyik nagyon jó körülmények között élt föl. Volt egy olyan, aki gépkocsival is rendelkező család volt, hát az 58-ban fantasztikus dolog, de érdekes, hogy ezek a jobb módú családok is tűrték, hogyha én ott lábatlankodtam náluk, meg vittek magukkal, na ez a szerencse, hogy például a magyar tanárnőm, akinek osztálytársam volt a fia, az nem lehetett rávenni semmilyen olvasásra, állatorvos lett később, de az anyja nagyon szerette, hogy engem igen, anyja nagyon szerette, hogy engem 5.-6. rá lehetett venni arra, hogy náluk megvolt a régi nyugat kezdettől, hogy akkor velem olvastassa el a Verlaine-re a kiírt pályázatban a nyugatra, a Kosztolányi, meg Tóth Árpád, meg Móricz, meg mások adtak be pályamunkákat az őszi sanszonra, és akkor ő képes volt velem órákig ilyesmiről beszélgetni, hogy mit gondolok, melyik volt a legjobb. De ez nem tulajdonképpen a családi élet helyett volt? De az én nagy szerencsém, hogy hamar elváltak a szülők, és nagyon hamar kénytelen lettem ilyen felnőtt mérlegelővé válni. Amikor valaki egy ilyen, mert mondjuk meg őszintén, szerintem ez valamilyen szinten trauma, hogy az édesanyja 10 évre eltűnik és nem kíváncsi rá, hogy az ember utólag azt a hiányérzetet, ami akkor fölhalmozódott benne, ma már ilyen fejjel megpróbálja úgy értelmezni, hogy végül is ez nem is volt akkora baj, lévén, hogy ezért tudtam annyit olvasni. Ha nem olvastam volna ennyit, nem jutottam volna oda, ahol vagyok. Nem utólagos, jóindulatú átértelmezés. Ezen én is gondolkodtam, de én azért elég jól emlékszem, hogy engem leginkább az idegesített engem 10-12 éves koromban, hogy sajnálnak. Tehát, ha az, a gyerekek? Hogy, nem, a felnőttek, és főleg a jobb érzésű felnőtt nők, és azokat szerettem, akik ezt ilyen tapintattal nem adták tudtomra, hanem úgy segítettek, mint hogy ez egy ilyen mindennapos véletlen lenni. Te vállaltad később a konfliktust édesanyáddal a tekintetben, hogy hova tűnt 10 évre? Nem, nagyon később jelentkezni akart, egy ilyen furcsán alakult ez, mert az ő gyereke a második házasságból az valamivel később született, mint az én gyerekem, képzeld el ezt a helyzet.
helyzetet, amikor az én fiam nagy, nagy nénye az fiatalabb nála, úgyhogy hát azért ez elég érdekes. De nem, egyáltalán nagyon törtem a fejem ezen, mert mindig annyi más egyéb megoldandó aktuális feladat volt, ami ezeket a ilyen, nem voltam ilyen különösebben lelkiző fajta. Egy dologra jó volt. Benned? Nem. Az ilyen körülményeket, hogyha ilyen jegyzőkönyvben olvasod, akkor az leginkább ilyen fiatalkorú bűnözőknek a mentségére, hogy hogy nőtt föl, nem? De én meg azt tudom mondani, hogy olyan szerencsével kerültem ki minden olyan helyzetből, ami másnak tragikus szokott lenni, hogy hát ennek köszönhetően mindig évekkel előbb jártam az olvasásban. Tehát... Ez alkati kérdés is szerintem. Nem tudom, ki mondta, hogy a mázadi csak esély. Uh-huh. Tehát ez nem csak úgy van, hogy az ölünkbe pottyan. Tehát azzal élni kell, nem? Hát lehet. Olyan szempontból ez igaz, hogy én mindig másutt jártam az olvasáson, mint a többiek felső tagozaton. Én már azért az európai klasszikát Raymondtól Dostojevszkijig tudom, hogy el voltak képedve néha tanárok, hogy látták a kezembe az első gimnáziumban. Én már Dürrematnál jártam, meg Max Frischnél, meg a Gruppe 47-nél. Nem voltál egy kicsit koravén? De. De koravén voltam, de hát ne viccelj, 10 éves koromtól magamnak kellett volna. Apám nyilván nem főzött a 2 meg a 3 műszak mellett, hanem hordtam haza mindig a vacsorát a Mátyás kert nevű étteremből ételhordóban. Ő mivel foglalkozott? Mi apám karosszérialakatos volt, és akkor az egy elég kemény munka. Nyaranta kellett ott egy hónapot dolgoznom mindig abban a gyárból, apám volt. Hogyha valaki ilyen környezetből jön, ilyen utat jár be, ilyen, ha úgy tetszik, hiátusokkal kell, hogy szembesüljön, amikor bekerül egy echte értelmiségi közegbe, akkor biztos, hogy vannak valamifajta szociokulturális lemaradásai, kisebb rendűségi érzései. Hát egy területen volt, hogy az egyetemen a nagyon jó képességű évfolyamtársaim, például a legjobb barátom, aki volt katonaságnál, és egymás mellett aludtunk, a Bárt Karcsi, az egy olyan több generációs jogász családban nőtt föl, hogy ott ő már, emlékszem, Hans Magnus Enzensberget németül olvasta. Na jó, hát azért az. Meg hogyha ehhez mérem, akkor persze nyilvánvaló volt, hogy óriási születés vagy szociokulturális hátrányaim vannak, de ezen meg nem volt érdemes nekem gondolkodni, meg dühöngeni, mert most miért haragudjak arra, aki sokkal jobb körülmények között nőtt föl, mint én? Attól nekem nem lesz jobb, hogyha én az ő szerencséjét irigylem. Tehát nem mondhatnám, hogy volt bennem ilyen. Pont azon gondolkoztam, amíg a Laci mesélt a gyerekkorát, hogy ugye mivel én egy egészen, hát én a ló másik feléből jöttem valóban. Nálunk pont az volt a feladat, amin az én szüleim nagyon sokat dolgoztak, hogy én legyek azzal tisztában, hogy egyébként meg mi az, ami az embernek jár, és mi az, aminek meg örülni kell. Van egy ilyen történetem, amit mindig el szoktam mesélni, az élek nem felejtem el. Az édesapám rendezte a Liszt Ferencről szóló filmsorozatot. Tulajdonképpen ő a Gázsiát úgy kapta meg, hogy elhívták őt és az ő családját egy északi hajóútra. Azt mondta, hogy ez neki tökéletes honorárium, mert hogy ő is állandóan imádott utazni, és neki is az egész élete erről szólt, a mai napig nem bír a fenekén maradni, ha van valami lehetősége, akkor biztos, hogy el akar menni valahova. És akkor így történt az, hogy én voltam 8 éves, talán 7-6, nem tudom, de valahogy ilyen megkörül volt. Amikor is mi felkerekedtünk, mert hogy hivatalosak voltunk egy MS Astoria nevű csodálatos ilyen tengerjáró hajóra, hát ember még ebből az országból nem volt akkor ilyen, vagy legalábbis csak nagyon kevesen. Úgy mentünk el, hogy beültünk az autóba, és elmentünk vele először Münchenbe, ahol voltak rokonaink, aztán onnan föl Hamburgba, és Hamburgból indult a hajó, fölment egészen az északi sarkra, visszajött Hamburgba, és onnan jöttünk vissza. És, hogy fölcsillant a szemét. Ugye? Ugye Norvégián, tulajdonképpen Norvégiában ment a fjordokon keresztül. Na és akkor megérkeztünk Hamburgba, beszálltunk a hajóba, és az édesapám leültetett ott a kis kabinba, amiben laktunk, és mondta, hogy most akkor a következőt akarja nekem elmesélni, hogy látom, hogy itt az ajtón van egy ilyen írás. Ez azt jelenti, hogy ehhez a szobához tartozik egy, nevezzük úgy ma, hogy Londiner, ugye valaki, aki behozza a csomagunkat, minden nap be fog jönni és megágyaz, mert ugye ott el kellett csukni az ágyakat, ez egy ilyen régi típusú hajókabin volt, nem olyan, mint ezek a mai, nem voltam azóta egyébként ilyen hajóúton, de látom azért, hogy ma már ezek szállodai szobák. Akkor még azért jobban hasonlított egy kabina, szóval ugye este bejött és fölzárta az ágyat,
kitett a száraz törő között, tehát mint egy ilyen render, mint egy filmben. És hogy ennek a Londinernek oda van írva, hogy mennyi a kötelező jattja, amit neki a hét végeztével, amikor visszaérünk a kikötőbe, át kell nyújtani az ő kis tenyerébe, ugye ez akkor is így zajlott, de ez egy meghatározott összeg volt. És nem emlékszem pontosan az összegre, de mondta az én édesapám, hogy ez az az összeg, amiből mi egyébként, hogyha nyár van, akkor ebből az összegből szoktunk elmenni nyaralni. De ugye minket a hajóra hívtak meg, ezt az összeget természetesen nem adták az ő kezébe egy borítékba. Tehát, hogy mi ezen a nyáron itt nyaralunk, ez a hét a nyaralás, és nem megyünk a Balatonra, és nem megyünk a nem tudom hova, mert azt az összeget, amit egyébként nyaralásra szoktunk szállni, most oda fogjuk adni ennek a Londinernek azért, hogy egy héten keresztül minden nap bejön kétszer, és így csinál az ágyal, meg így csinál az ágyal, meg jó napot kíván. Nagyon, nagyon furcsa volt ezt így a fejembe helyre rakni, de arra borzalmasan jó tanulság volt, mondta, hogy nekünk ez a pénzünk, tehát ez a családnak a nyaralásra szánt pénze, ami ennek a borra valója, ennek az embernek, nem a bére, a borra valója. És akkor ez úgy nagyon megmaradt bennem, és ott is, meg mindig, amikor csodálatos helyeken jártunk a világba, mindig azért, mert hogy őt is mindig elhívták, ugye egy nagyon jó nevű rendező volt, és hívták mindenféle fesztiválokra, zsűritagnak, a Monte Carlo-i filmfesztiválon éveken keresztül volt ő a külföldi zsűriben például tag, és olyankor mindig ugye fizették őt és a családjának az utazását, illetve a szállását. Akárhova mentünk, minden alkalommal ez volt a búcsú szöveg, hogy nézzetek jól körül, egyszer volt Budán kutyavásár. Tehát, hogy ezt ő mindig elmondta, és borzalmasan fontosnak tartotta azt tudatosítani bennem, hogy ez nem, hogy nem jár, hanem marhára becsüljem meg magam, jól nézzek körül, és legyek azzal tisztában, hogy ez valami isteni véletlen és szerencse, hogy mi itt vagyunk, ezt nagyon meg kell becsülni. Arról nem beszélve, hogy ez mindig szoktak röhögni, de szerintem ezzel a legtöbben így vagyunk, hogy akit megismernek, nem tudom, hogy téged, ha megismernek az utcán, hívtak-e már, nem tudom én, Váncsának, vagy Havas Henriknek. Kértek úgy tőlem, hogy Gálvölgyi úr adjon nekem autogramot. Hát én már minden voltam. Tehát heti hetes akkor. Oda hát én ezen az alapon... hogy hívják Ottónak, szeretettel, Gálvölgyi. Hát én ezen az alapon voltam minden az évek alatt. Tehát voltam Ábel Anita, Ulman Mónika, nem, tehát hogy mindenki, akivel össze lehetett keverni, azzal összekevertek, de hát ezen az ember nem bántódik, meg csak mindig jót mosolygok magamban. Valahonnan ismer, azt összerakta, hogy a tévéből, akkor énekeltem, akkor én vagyok az Ulman Mónika. Tehát hogy ez így... De hogy az ember azért ennek az értékét elkezdi érezni, és egy másodpercig nem gondoltam azt 14 évesen, hogy most akkor, na most aztán az enyém a világ, mert engem összekevernek valakivel. Hogy nem gondoltam a szerencsére, de megmondom, főleg köszönet érte a szüleimnek, aki sose engedtek el szállni ilyen szempontból. Akkor... Mesélhetek valamit, sőt, erre megismerik, nem, meg nem ismerik, sőt, hogy 90-es évek elején tényleg nagyon sokszor voltam médiában, mindig szakérteni, okoskodni, megmagyarázni, mi történik, és 94-es választás után még létezett a régi Lehel piac, nem ez a mostani nagyszerű, hanem még ez a bódés földszintes, és ennek a Váci út felőli oldalán hát ilyen elég egyszerű kocsmapultok voltak, ahol reggel a szállító munkások kipihenték a fáradalmaikat a pálinka mellett, és valami korán kellett piacra mennem, és három ember támasztja a pultot, és megszólal az egyik ilyen öblös hang: te vagy az a politikológus, az az Ágtihamér, ugye? És Ágatilla volt még, aki akkoriban sok. Na, azt üzenjük a Gyulának, mondd meg neki, ha látod a parlamentnek, hogy ilyen ő meg a GDP-ből. Ja, Istenem. Gyönyörű. Nekem a legszebb ilyenem az volt, amikor a drága jó Kulka Janival mentünk Zalaegerszegre My Fair Lady-t játszani, és mindig egy autóval mentünk, megálltunk egy ilyen útszéli valamibe kávézni, bementünk, és egy hasonló kvalitású úr ránk nézett, és ugye ő akkoriban a Szomszédok című sorozatban játszotta a Magenheim professzort, amiben ott neki az Ábel Anita volt a lánya. Igen. Most ránk nézett ez a jó ember, ő sem volt már szomjas, és azt mondta, hogy ó, hát a Guggenheim professzor, meg az Ábel Anita.
ez az ismertség. Guggenheimet is elsőre kivágta. Az valahogy ismert, az jobban megoldja. Akkor még azért más szférákban nem járhatott. A valuta nyomorra, amit mondtál, eszembe jutott valami, ha eltűritek még, hogy mi olyan 86-tól lettünk hirtelen nemzetközileg és sikeresek a mi kutatócsoportunk, ez a politikai szocializációs kutatócsoport, és minden évben hívtak már nyugati konferenciákra minket, ami hát vendégek voltunk, de pénzünk nem volt. Tehát nagy dolog, hogy azt az egy hetet, 10 napot kifizették minden, és egyszer talán 87 volt, általában 3-an mentünk, 4-en, Csepeli Gyuri, Stumpf Pisti meg én, Zankelmark nevű faluban, fönn a Dán határnál, át lehetett már látni Dániába, ott volt ez a konferencia, és esténként a nyugatiak, mi voltunk egyedül ilyen kelet-európaiak. A nyugatiak meg, amikor már a fárasztó sok előadás után lementek a bárbot, körbe meghívták egymást egy-egy korsó sörre, mi meg fölmentünk a szobába ultizni. Életemben annyit nem ultiztam, mint a külföldi konferenciákon. Minél nyugatabbra volt, annál több ulti nem volt pénzünk. És erre ráuntak 2 nap után a nyugati pártait, a társaink, és följött ez a holland gyerek, aki egyébként is ott szeretett főnök lenni, benyitott, és látja, hogy kártyázunk, és sőtán kifakadt, hogy mit játszátok ti itt az eszeteket, nem vagyunk mi nektek ott lent elég jó társaság, és akkor jó letolt minket, és a Stumpf Pistinek meg eldurant az agya, és azt mondta, hogy ide figyelj, ha mi ott lent vagyunk veletek, 15-en, ha visszahívnánk azt a korsó sörkört, amire ti elsőre meghívtatok minket, az a család éves valuta kerete lenne. És így a holland gyerek Hendekker, úgy hívták, most eszemlít a teljesen megdöbbent, és mi az az éves valuta keret? És el kellett neki magyarázni, hogy az nem úgy van, hogy az embernek annyi pénze van, amennyi pénze van, hanem amit az állam megmond neki, és attól kezdve ez a srác a következő 10 évben olyan szerény tisztelettel beszélt velünk, de hogy annyira előttem van, hogy a Pisti kifakult, hogy az a kör, az a család éves valuta keret, meg körülbelül tényleg. Ha már a kiszolgáltatottságot említed, az nagyon szíven ütöttem, amikor 2010-ben tulajdonképpen annak a szakkollégiumnak, aminek a létrehozásában nem, hogy Oroszlán részt vállaltál, azt te hoztad létre. Hát az eredetiét, igen, amiből a Bibó lett az első, igen, ami az első nemzedék a kövérékig bezárólag, igen. Hogy 27 év után azt mondták, hogy köszönjük, tehát hogy elbocsátottak. Az intézetemből. Hát nagyon hamar, 3-4 nappal a választás után. Föl voltam én erre készülve, mert láttam én, hogy ez a 2010-es fordulat mélyebb, keményebb, kegyetlenebb lesz, de úgy gondoltam, hogy először jönnek a politikusok, aztán a gazdasági vezetők, a média. Én úgy számoltam, hogy olyan január-február körül kerülhet rám sor, tehát meglepett ez a sürgőség, hogy ilyen hamar volt a módban. És nem ijedtél meg, hogy mi lesz veled? Érdekes, hogy nem, és amikor az igazgató azt mondta, hogy kaptam 1 hónapot arra, hogy keressek magamnak más munkahelyet, akkor mondtam, hogy ez egy új igazgató volt, nem rég jött oda, vagy 2-3 hónapja, hogy hát mondtam, hogy miért? Azt mondja, mert ő nem tud velem együtt dolgozni. Hát mondom, én itt vagyok 27 évete itt, vagy 3 hónapja, akkor menjél el te? És akkor mondta, hogy hát ez nem olyan vicc, ez komoly. És akkor hát gondolkodtam, hogy azt hittem, hogy a nyugdíjig hátralevő 3-4 évet már ki fogok itt húzni, hogy mi a fenét fogok csinálni, és eszembe jutott, hogy akkor már jó 10-15 éve mondták a Szent Király utcában, hogy miért nem jövök át oda főállásba, mert ott tanítottam már Szent Király utca, a Színház és Filmművészeti. A Színház Filmművészeti, a filmes része, filmes tévés, ott a horvát vitrai osztályokkal kezdtem én 93-ban, Jáksó, Máté Kriszta, Vatiz Andris, Holló Márti, meg nagyon érdekes egy osztály volt. Bementem a rektorhoz, mondjam, hogy ki volt, mondhatom, Masár Tamás volt, és elmondtam neki, hogy hát az a helyzet, hogy mondták, hogy évek óta jöjjek át, de hát én nem gondoltam, most viszont meg az a helyzet, hogy menekülnöm kéne, és Masár Tamás 1-2 óra alatt elintézte azt, hogy akkor én ott főállásban maradhatok. Szerencsémre Rajnerem János épp akkor hagyta ott az egyetemet, és gazdátlanul maradt a 20. századi
társadalom és politika történet, és kérdezte, hogy ezt is hajlandó vagyok, hogy egész életemben erre vágytam, hogy azt taníthassak, tehát megint a szerencse. Tehát egy olyan helyzetből, én persze voltam olyan olyas, hogy nem mondtam meg itt az intézetbe a főnökeimnek, amikor jöttek már érdeklődni, hogy na mi van már, mikor még el innen, nem mondtam, hanem kijátszottam az utolsó jogi lehetőségekig, amíg maradok, de az az igazság, hogy 3 napig sem maradtam munkanélkül, tehát megint szerencsém volt, de erre mondhatod, hogy a szerencsének már megágyazott fedezetként az a 17 évnyi munka, amit ezek szerint nem csinálhattam rosszul ott, hogyha gond nélkül átvettek, úgyhogy öröki hálás leszek Asser Tamásnak, hogy ezt a váltást megkönnyítette. Nagyon hamar ki tudtam alakítani magamnak azt az életstratégiát, hogy a hátralévő 10-15 évre, amíg még gondoltam akkor, hogy ilyen észnél leszek, akkor olyan tervet kell csinálnom, ami szigorúan csak tőlem függ, intézménytől nem függ. És magam... csináltál is? Persze, meg is csináltam, igen. Lehet tudni, hogy miről szól, milyen lebontásra, hát, és milyen... Itt ebben a rádióban már ebből a munkatervből 2-szer is egy órát elmeséltem, akkor azt találtam ki, hogy az unokáim elkezdtek közeledni az iskola érettséghez, sőt a fiú már járt iskolába, és láttam, hogy miket tanulnak, és mondom, hogy 40 évig tanítottam egyetemeken, 5 egyetemen is Budapesten. Hát az kizár dolog, hogy az én unokáimat majd ez a rendszer fogja történelemre tanítani. Én írok nekik egy történelem könyvet, most 7-8 évesek, mire 14-15 évesek lesznek, addigra végig veszem a nagy civilizációk történetét, és írok nekik egy-egy fejezetet. Ezt nem de, ezt nem fejből, hát gondolom ehhez azért nagyon sokat kell olvasni. Nem, rengeteget, de én ezt a feladatot tudtam már egyetemista koromban magamnak, és szisztematikusan 30 évet gyűjtöttem a könyveket, úgyhogy meg is volt egy 400 könyvehez. Mezopotámiától az ókori kínai civilizációig. És ilyenkor újraolvasod? Ezt akarom mondani, hogy megcsináltam a munkatervet, hogy akkor 14-ben abba hagyom az oktatást ezzel az angol nyelvi osztállyal, a doknomáccal, 20 országból jöttek, és semmilyen más munkát nem vállalok. A csillagos eget is ígérhetik. Beosztottam negyed évekre egy-egy civilizációt, hogy negyed év alatt tudok elolvasni 20 könyvet, és megírni egy ilyen összegzőt, és megcsináltam ezt a munkatervet 7 évre. Most járok a 18. fejezetni, eredetileg 25 fejezetre osztottam Mezopotámiától a 20. századig a történelmet, és menet közben kiderült, hogy mondok egy példát, amit most élek meg. Most járok a 18. fejezetnél az európai klasszikus feudalizmus, a 12-15. század első keresztes hadjárattól az Amerika felfedezéséig, és ehhez most már 54 könyvet kellett feldolgoznom. Az összegző az most 124 oldal, mert ma is írtam hozzá, és azt hittem eredetileg, hogy magamnak írom meg, majd az unokáimnak, amikor akkorák lesznek, és az ott hagyott hallgatók, akiket nem tanítottam, fölázott egy 15 hallgató, és azt mondta, hogy ők erre is kíváncsiak maguktól is. Ha este magánlakáson, akkor is a fejezetről fejezetre összegyűlnek, meghallgatják. Felolvasod ilyenkor? Nem, hát 120 oldalt, hogy olvasom. Elküldöd és megbeszélsz. Előtte egy héttel megkapják, vagy 2 héttel, és akkor elolvassák, és akkor nagyon sok kérdése jönnek. És közben megtudták ezt a baráti körömbe, és lett egy ilyen 60 pluszos társaság is. Nem mondom, mert elég ismertek vannak közöttük, de miten Vicsek Feri például dolgozott. Itt van egy 15-20 ember, akik összejárnak, és ugyanígy elkészülnek egy fejezettel, megkapják előre, és azt a házigazda, a Bőte Jóska, azt videóra is veszi. Tehát ott is már 18 ilyen alkalmon túl vagyunk. Tehát kicsit túlnőtt ezen a feladaton, van 2 ilyen kör, aki ezeket várja, olvassa, és hát én nem tudom elmondani, ez nekem egy újjászületés. Úgy is jelentkeznek nálad a kiadók, ezzel kezdtük, szerintem sokan fognak. Szinetár Dóra és Kéri László, örülök, hogy láttunk, hallottunk titeket.